Az Egyesült Államokban hagyományosan május utolsó hétfője az emlékezet napja. Ezen az ünnepen az amerikaiak a háborúkban életüket áldozó katonák emléke előtt tisztelegnek. A koronavírus járvány miatt idén elmaradtak a szokásos felvonulások, ennek ellenére, ha szerényebb körülmények között is, de megemlékeztek az elesett vagy eltűnt katonákra. Az emlékezet napja alkalmából Donald Trump amerikai elnök és Mike Pence alelnök az Arlingtoni Nemzeti Sírkertben koszorúzta meg az ismeretlen katona emlékművét. Később a marylandi Fort McHenry-ben, azon a helyen, ahol 1812-ben az amerikaiak győzelmet arattak a britek felett, Donald Trump azokról is megemlékezett, akik életüket vesztették a koronavírus járványban. Az elmúlt hónapokban a nemzetünk és az egész világ egy láthatatlan ellenséggel vívott harcot, de az Egyesült Államok hadserege most is bizonyított, amikor szolgálatra szólították őket, készen álltak szembeszállni a veszéllyel. A hadsereg több 10 000 tagja és a Nemzeti Gárda együtt vett részt a vírus elleni háborúban, fogalmazott az amerikai elnök. Több mint 2 hónap után elhagyta lakását Joe Biden, a demokraták várható elnökjelöltje is, aki feleségével együtt Delaware állam katonai emlékparkjában helyezett el koszorút. A korábbi évekhez képest kevesebben látogattak el hétfőn a katonai temetőkbe. A koronavírus járvány miatt elmaradtak szokásos felvonulások, a hivatalos, nagyszabású rendezvényeket sok helyen törölték. Ennek ellenére szerényebb körülmények között, de több amerikai városban is megemlékeztek az elesett vagy eltűnt katonákról. Az emlékezés napja szövetségi ünnep és munkaszüneti nap. Az Egyesült Államok 50 tagállamában valamilyen mértékben mindenütt könnyítettek a járvány miatti szigorú előírásokon. Több helyen kifejezetten erre a napra időzítették az óvintézkedések enyhítését. Sokan használták ki, hogy megnyíltak a tengerparti strandok. A New Yorkiak a szeles idő ellenére elözönlötték a népszerű strandokat és a vidám parkokat is. A többség betartotta a szabályokat és szájmaszkot viselt, ugyanúgy, ahogy a kivezényelt rendőrök is, akik a kötelező védőtávolság betartását is ellenőrizték. Intézkedniük is kellett, a strandokon ugyanis nagyobb csoportosulások alakultak ki. Nekem ebből már elegem van, és szerintem másoknak is. Ez egyszerűen már bosszantó, fogalmazott az egyik strandoló, aki szerint még mindig túl szigorúak az előírások. Hamisítatlan nyárnak örülhettek a szörfözők a Hawaii-szigeteken. Igaz, itt is jóval kevesebben voltak, mint máskor. Az államban nagyon kevés a koronavírus fertőzött, amit a helyiek úgy értek el, hogy a turistáknak kötelező 2 hetes karantént rendeltek el, emiatt csak kevesen utaztak a szigetekre.